Kusztos Endrénél a vonal lelkiismereti kérdés. Egy ilyennel húztuk ki az autót, ami elsüllyedt. Kusztos Endrének a küküllő mente a nagyvilág. Kibírja napokig szó és étel nélkül. Szén, ceruza, kréta nélkül egy óráig sem. Amikor megkérdeztem, hogy miért hagyott fel az olajfestéssel és tért át a színre, azt mondta, hogy azért, mert az olcsóbb volt. Hát szerintem ez csak egyike az okoknak. Gazdag lehetne, de neki nem fizetődik ki. Él Csokfalva és Szováta között, mint minden ember, gondokkal küszködve. Az olajfestészetet egy kicsit kompromitálta, hogy úgy mondjam, a szocialista realizmus. Tehát az 50-es évek nagy megrendelései, azok mind jelentős olajfestmények voltak, és a fiatal generáció, Kusztosék is, azt hiszem, hogy úgy próbálta kitörni abból a képi világból, hogy áttértek a grafikára. Endre bácsi, szeretnék tőled kérdezni valamit, de maradj csak nyugodtan. Tessék, csak ide felteszem a világosabb. Ez Nagy István lehet, egyszer, nem? Nagy István lehet? Hát én csak úgy mondom. Aztán nem tudom. De hát annyira egyszerű, és így, ahogy van, jó. Meg ott van Miklósi biztos. Igen. Csak ott? Hát ott van Nagy István. Hát el kellett olvassad? Hát nem, hát anélkül mondtam, Otkó mondtam, nem anélkül. Úgyhogy... Hát ez ő. Régen mondták rád, hogy Nagy Istvánból ihletődtél. És Solymár is mondta ezt, hogy a Nagy Istváni világ következik. Úgy mondta, hogy annak folytatója. Te ezt így gondolod? És én úgy is vettem, mert én kivettem ezeket így, és aztán még egy kicsit tovább mentem a fáknak, az küzdelem az életért. Ha visszagondolok rá, akkor elsősorban még a kacagása jut eszembe, ami olyan csilingelő gyermeki kacagást még jóformán gyermektől se lehet hallani. És az az ember, aki kacagott, huncutkodott, ilyeneket rajzolt. Azon szoktál gondolkozni, hogy mi lett volna, hogy alakult volna a művészeted, ha mondjuk Kolozsváron maradsz? Meg viszi a káposztát, na nézd az ez édesanyámat. Hát ezekre én nem emlékszem. Vagy én vagyok az. Ez most már te vagy? A pont én vagyok, a macskával vagy, a tyúkkal vagy. Na nézd az. Na ez meg hogy hívják? Tünde. Azt hiszem, ez az én életem legnagyobb ajándéka, hogy élhettem a hőseim életét. Az ő világban éltem. Ezek a nagy klasszikus Kusztos munkák ebből az időszakból, amelyeken mind látható a tájban az ember nyoma. Ez igazából ez a kép témája. Embert jóformán nem lehet látni, de az ember nyomát látjuk, és érezzük, hogy ott az ember nemrég volt, tehát élet van, út van, irány van. És ezek a képek igazából ebből táplálkoznak. Mentünk aztán Zsibóra, Új-Németibe, aztán Új-Németiből Szegedre. Azt szerettem volna, hogy 90 évesen egy fiatal Kusztos mutassunk meg, ugyanis ezekben a munkákban van egy olyan fajta felszabadultság, ami tényleg a zseniális fiataloknak, vagy a sokat megélt öregeknek a jellegzetessége. Csak vendégek vagyunk a Földön, nagyon rögy. És jön utánunk a többi. Így múlik az élet. Egy darabja.